A Wirt név Európa-bajnoki szinten cseng a magyar pingpongban, és a tehetség öröklődött is. Patóni Wirt Veronika Szigetszentmiklóson edző az asztali tenisz szakosztályban. Lánya Pató Anna ott játszik, de Papp József kollégával, vezetővel a Minisport Talentum programot is megalapították. Hát ezekről beszélgetünk most velük hármukkal. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Üdvözlök. Ugye STK asztali tenisz szakosztály, József irányítja. Veronika vezetőedző, Anna ott játszik. Hogyan jött létre ez a pingpong műhely? Régóta tartunk már edzéseket a térségben, környezetünkben lévő városokban, és nagy vágyunk volt, hogy saját városunkban tudjunk alapítani elsőként egy szakosztályt, mivel Szigetszentmiklóson nincs, nem volt soha asztali tenisz. Ezért megkerestük a városvezetést, illetve az egyesületünk vezetését, és név szerint Becz Pétert, és ő nagyon készségesen állt rendelkezésünkre a tekintetben, hogy kérte, hogy gyermekekkel foglalkozzunk, mi nekünk pont egybeestek a kettőnk tervei, és így elindulhatott egy ilyen program Szigetszentmiklóson, ami meglehetősen összetett, és igazából saját magunkat sikerült megvalósítani, úgy érzem. Ebben igen, mert azért az hamar kiderült, hogy nem csak az asztali tenisz izgatja fel itt a társaságot, igaz? Valóban, nagyon szeretünk gyerekekkel foglalkozni, ez minden vágyunk, és szerettünk volna egy a Minisport Talentum program mellett egy asztali tenisz szakosztályt is megalapítani, ami sikerült is Szigetszentmiklóson. Na most azt nézzük, Anna, hogy a család indítatás mellett kinek mihez van tehetsége? Te hogyan jutottál az asztali teniszhez? Nagyon sok sportágat kipróbáltam még az asztali tenisz előtt. Fociztam is, atlétikáztam, kajakoztam, de végül az asztali tenisz mellett kötöttem ki, és nagyon jó döntést hoztam, én azt mondom. De nem volt benne szülői kényszer, nem, ezek szerint? Hál' Istennek nem volt, mert szerintem ez az egyik legrosszabb, amikor a szülők erőltetik a gyerekekre. Meg akarják valósítani magukat. Igen, a saját maguk álmait, és ezáltal ugye a gyerek megutálja az adott sportágat. Nálunk ez nem volt, és ennek nagyon örülök. Na de hát azért végül is ugyanoda jutottál, és ennek azért mégiscsak lehet valamilyen szülői példa, vagy nem tudom, genetikai, vagy történeti oka. Szerinted miért? Végül is miért asztali tenisz? Genetika, szerintem az biztos, és a sport szeretetét mindig is megkaptam a szüleimtől, és hát ugye remélem, hogy örököltem némi tehetséget is. Hát egyáltalán ezt mondjuk egy szülő hogy tudja megítélni, ha abban gondolunk, hogy talán nem véletlen, hogy az volt a kérés, hogy ne edze a saját gyermekét, hanem azt a kollégára, a másik mestere bízta, igaz? Igen, valóban így beszéltük meg már a Józsival, hogy a első sorban ő lesz az edzője, kizárólagosan, én anya szerepében maradok ugyanúgy. Természetesen minden nap pingpongoztam Annával, de az edzéseken, mint edzőpartnerként vettem részt, illetve sporttársként vagyok jelen. Na most, hogyha itt Anna már elmondta, hogy eljutni egy sporthoz, amiben egy fiatal igazán tehetséges lehet, van érzéke, az nem olyan egyszerű dolog feltétlenül, nem csak az, hogy a szülő azt mondja, hogy már pedig én megálmodtam, amikor megszülettél, hogy NBA kosaras lesz belőled, és ha fene-fenét eszik, és azt csinálunk belőled, hanem hát meg kell találni a számára megfelelőt. Most itt van ez a program, és ha nézzük például Anna példáját, hogy kell ennek történnie, mikor kell ennek eldőlnie, mennyi időt kell adni a gyereknek, vannak egyáltalán erre jó receptek? A receptje úgy gondolom, hogy nincs. Itt minden gyerek egy, és minden emberi egyed egy teljesen más történettel bír. Másként fogalmazódik meg bennük a mozgás élménye, más a szülői hozzáállás, más a pedagógiai környezet. Tehát mindig alkalmazkodnunk kell nekünk szakembereknek ahhoz az adott körülményhez, illetve a gyerek típusához, mert a típusában nem tudunk beleszólni, csak a képességeibe, hogy hogyan történik ez az ő életében. Minden gyerek számára testre kell szabnunk azt a programot, ami benneki része lesz, azért, hogy valóban az a képesség nyilvánulhasson meg, amire őt a sorsa predesztinálta. Na most ennek a programnak célja, szándéka az is, hogy világsztárokat neveljen? Igen, része ez is természetesen, de elsősorban a gyerekekkel szeretnénk megszeretetni a sportolást, az aktív életmódot, azt, hogy minél egészségesebb felnőttekké váljanak. Tehát nem versenylovat kell nevelni a gyerekeket. Nem szabad.
Aztán közben lehet, hogy nagyon jó fut a versenypályán is. Például mondjuk vegyük itt Annát. Mit lehet róla ma sejteni asztali tenisz perspektívák szempontjából? Anna már a kezdet-kezdetén kiderült, hogy tehetséges gyerek. Minden tehetség, nem tudom, szót ejtünk-e a későbbiben a tehetség kérdéséről valószínűleg, de mindenképp el szeretném róla mondani, hogy ha valaki tehetséges, akkor általában nehezebb is megközelíteni a személyiségét, nehezebb is teljesítményt kihozni egy adott tehetségből. Ráadásul nála egy nagyon speciális helyzet van, ugye anyukája egy nagyon sikeres sportoló volt, ugye egy 6-szoros Európa bajnokról beszélünk, tehát itt egy nagyon, mint az előzőekre is visszatérve, ő is egy egyéniség, és ő is egy adott szituációba kellett beilleszteni, ami számára legoptimálisabb lesz, hogy ő teljesítményt képes legyen leadni. Hát igen, Anna, például az egy érdekes kérdés, hogy neked ebből milyen konfliktusaid, vagy gondolataid, kétségeid adódnak. Itt van édesanyád, nagynénéd, hatalmas eredményekkel, te ugyanazt szeretnéd, máshogy akarod elérni, szóval hogy viszonyulsz ehhez az előképhez? Hát ez nagyon nehéz kérdés, mert pár évvel ezelőtt erre azt mondtam volna, hogy csak az élsport, és hogy én bármi áron olimpiai bajnok leszek. Most már ezt máshogy látom, mert szeretnék több perspektívát felállítani magamnak, mert bármit hoz az élet, nem tudhatom, hogy mi fog történni, akár több év múlva, vagy csak pár hét múlva, és szeretném, hogyha lenne több lehetőségem, hogy mindig legyen egy biztos pont, vagy egy lehetőség, amihez tudok ragaszkodni, és el tudom érni. Éppen ezért sporttudományi területen szeretnék diplomát szerezni, és őszintén szólva több perspektívát látok ebben, mint a mai magyar asztali tenisportban. Igen? Igen, sajnos. Sajnos is hozzátetted, de mondjuk ezzel a hozzáállással és ezzel a szemlélettel egy fiatal még lehet jó élversenyző, igaz? Amikor azt mondja, hogy úgy akarok nagyon jó élversenyző lenni, hogy nem minden áron felteszek mindent rá. Felteszek mindent rá, de nem minden áron. Természetesen. Én úgy gondolom, hogy több lábon kell állni. Egy gyerek életébe is bármi adódhat, de én úgy gondolom, hogy a sport a kognitív képességüket is fejleszti. Ezáltal igenis vannak olyan területek is, ami a tanulás sokat is elősegíti. Uh-huh. Tehát ez mindenképpen ezek szerint a terv az, hogy ilyen értemben komplex kis embereket kell képezni, tanítani, nevelni. Miről ismerszik fel a tehetség? Pont attól, hogy eltéri a többitől? A tehetség nagyon korán felismerhető. Hány éves kortól foglalkozik a program eleve? Három éves kortól foglalkozunk a gyerekekkel. Kicsit később kezdtük annak idején, 5-6 éves kortól, aztán ahogy gyűltek a tapasztalatok, a kutatási eredmények. Előbb-utóbb a bölcsőnél fogják elszakítani. Folyamatosan jöttünk visszafelé a korban, 3 éves korhoz csatoltunk vissza. Ugye ez egy olyan kor, mielőtt még a szülők fejlesztik a gyerekeket, a szülőktől függnek a képességek, amiket mi kapunk. De az akaratlagos figyelemfenntartás egy nagyon fontos szempont. És akkor, amikor 6 évesen már el kell kezdeni valamilyen szintű komolyabb munkát, és a gyereknek ez a figyelem összpontosítása nem koncentrálható egy percnél tovább egy feladatra, akkor nem történik meg az a korai beavatkozás a gyerek életébe, amire szükség van. Itt most egy kortünetről is beszélünk? A Mini Sport Talentum program pontosan azért kelt életre, mert átláttuk annak a jelentőségét, hogy utánpótlás nélkül nincs sport. Uh-huh. Nincs ma Magyarországon, legalábbis mi nem látjuk Magyarországon azt az utánpótlás mezőnyt, amiből mindenféle sportágra kikerülve azok a sporteremények jöhetnek létre, amiket régebbi elődeink, példaképeink megéltek. Na most ilyen értelemben akkor például mondjuk Anna egy átmeneti időszakban van. Igen. Azért Anna, hogyha úgy adódik, akkor nem fogsz elugrani előle, nem? Mármint, hogy tanulás mellett jó eredmények elén, tehát nem akarsz felhagyni hosszú távon sem a játékkal. Nem, semmiképpen. Én igazából próbálok mindkettőbe 100%-os teljesítményt nyújtani, sőt 110%-osat, ami sajnos nem mindig sikerül, de igyekszem helytállni, mert így hozzászoktam a mindennapjaimban, hogy tanulás is, sport is, és nagyon hiányozna, hogyha nem lenne valamelyik.
Mikor lesz igazából sikeres ez a program, ha nagy számban olyan típusú gyerekek jönnek ki belőle, akik megtalálják a helyüket az életben, vagy ha nagy számban jönnek ki azok a reneszánsz jegyében, azok az új nagy dobásokra képes sportemberek? A program szakmai hátterét illetően annyit szeretnék elmondani, hogy fő célunk az volt annak idején, hogy kezdjünk valóban jó sportoló növendékeket képezni. Miközben rájöttünk a tapasztalatok során, hogy ez nem áll elő másképp, csak ha abban a szakmaisági folyamatban lépünk, ami figyelemmel követi a gyerekek arányosságát. Egy nagyon fontos aránytartásra van szükség az utánpótlás nevelés első szakaszában. Ugye vannak a sport, a mozgáskészségek és vannak a kognitív képességek. Ha ezek elhagyja az egyik a másikat, ez egy nagyon szerencsétlen helyzet. Egy gyereknek a mozgás fejlődésén keresztül megközelíthető a kognitív fejlődése, az értelmi fejlődése. És mi azt vettük észre, hogy ahogyan fölnőtt ez a generáció, akivel elkezdtük foglalkozni, az iskolába nagyon könnyen orientálódtak. Nagyon könnyű volt őket tanítani, írni, olvasni. És az olyan tapasztalataink lettek, amik végül azt sugallották nekünk, hogy a tehetséget kialakítani, illetve a sportképességet kialakítani csak úgy lehet, ha az értelmi képesség is együtt fejlődik vele. Hát ez a végszó. A program izgalmasnak tűnik. Jó munkát kívánok hozzá minden fronton. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük a meghívást.